Szavaztok srácok, én Zodék vagyok, ez a videó pedig nem másról szól, mint egy kis weboldal ajánlóról. Nem olyan régen találkoztam TikTokon Mocsival, meg a többi ilyen Dragon Ball fan TikTokerrel, és az egyikük, nem is tudom, talán a Hardcore Teamből, vagy nem tudom melyikből ajánlották azt a videó weboldalt, amiben az összes, talán a tényleg a legtöbb videóanyagot megtaláljátok, tehát lehet, hogy az összes is fent van, tehát a Dragon Ballnak az összes videója, Dragon Ballnak az összes sorozata fent van, ez pedig nem más, mint a dragonballtv.hu, és látjátok, hogy az a neve, hogy Dragon Ball videótár, eredeti minőségi figurák, van támogatási lehetőség, és akkor nézzük, hogy miről is van szó. Fent vannak az első Dragon Ball filmeknek magyarán a filmek, meg fent vannak a sorozat összes része, és ezt úgy tudod megnézni, hogy lemész arra, hogy videótár, lehúzod, és itt van részenként, valamint szagánként feltüntetve, tehát Pilaf nagy úrtól kezdve harcművészetek nagy tornája, Vörös Szalag szaga, harcművészetek tornája, második kör, szívtelen sátán, ifjú sátán szaga, és akkor mit tudom én, mondjuk a... Menjünk erre rá, itt külön felhozza, és rámentek, hogy 133. rész, és itt van, választhattok nyelvet, japán szinkron felirattal, vagy magyar szinkron, és az epizód lejátszása, ezt most mi nem fogjuk lejátszani, nehogy copyrightunk legyen, csak egy nagy vörös indítónak, de itt meg tudjátok nézni, teljes 25 perc, és itt is tudtok egy lejátszón belül választani nyelvet, hogy milyen legyen. És ezt minden egyes anyaggal meg tudjátok nézni, például itt van ugye a Dragon Ball Kai, ez a Z-ből kivágott harci jelenetet újra, hát dizájnolva mondjuk úgy, kicsit feljavítva, akkor a Dragon Ball Super, Dragon Ball Super filmek, Dragon Ball GT, a G, Dragon Ball Heroes, van az Absalon, Elivaran és az Animevár, valamint ezen kívül most kerültek fel a Dragon Ball Z kapszula korpos új, hát nem tudom, ilyen fanfilmek szerintem, és majd lesz egy olyan, hogy The Fall of the Man, ez még nincsen fent, szerintem ez van, nem, ez már rajongói élőbb szereplő sorozat, wow, ez lesz a következő nagy projekt itt fent, tehát pár nappal ezelőtt még ez a kettő nem volt itt, de folyamatosan nézem, mert ugye, amiket láttam belőle, az a Dragon Ball Z, a filmeket nem, a sima Dragon Ball, a Kaias majd meg fogom nézni, mert rövidebb, mint az Z, és a Supert azt végig láttam, a Superből a filmeket is végig láttam, a GT-t is végig láttam, már most haladok a Super Heroes-nál, vagyis már a Heroes-nál, és belenéztem a Absalomba is, az is elég jó. Az anime várt, azt külön láttam YouTube-on, de itt meg fogom nézni, mert feliratos, és tudjuk majd, hogy miről szól, az omni istenek lesznek benne. Szerintem egy nagyon jó tárról van szó, és tudjátok őket támogatni. Itt a támogatási lehetőségek között tudjátok őket Donalbin, Coffin, PayPal-on és Revolution-en is tudjátok támogatni, valamint van egy számlaszám, és itt is tudjátok őket támogatni. Utalás esetén írd be a közleménybe az e-mail címedet, hogy részt vehess az évvégi nyereményjátékon. Hát, hogy majd fogok nekik utalni, nem tudom. De szerintem ez így nagyon jól összeszedett. Szerintem Magyarország egyik legjobb animetáráról van szó. Azon belül is a gyerekkorom kedvenc animéjéről van szó. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a weboldalt. Na de nem csak a Dragon Ball videótárról akartam beszélni, hanem a közösségi oldalaimról is. És mindjárt nyitok egy külön oldalt, és az Instagramot fogom nektek mutatni.
meg a csoportjaimat. Na, először is van egy olyan oldalam, hogy Zodiac. Itt tudtok nekem akár WhatsAppon belül, vagy sima üzeneten belül fel tudjátok menni velem a kapcsolatot. Ide csak az én tartalmaim kerülnek föl. Látjátok, hogy csak azért van, hogy a közlésre, mikor videót teszek ki, mint látjátok most is 15 órával ezelőtt a Joytech Wildwood bemutatót raktam ki, valamint képeket, információkat, hogy merre és hol találhattok meg, hova megyek például közlekedési videót forgatni, meg hasonló. Ez az egyik. Akkor van kettő csoportom, ahova embereket szoktam felvenni. Az egyik a Walls of Zodiac hirdető és képmegosztó csoport, nem olyan régen változtattam nevet. Itt viszont van egy nagyon nagy szabály, hogy eldurvult a csoportban a szerver hirdetés, ezért mostantól napi csak egyszer lehet egy szervert hirdetni, valamint egyszer lehet egy videót megosztani. Ha nem ért az illető, akkor repül a bejegyzése a francba, ha tovább hirdeti, akkor pedig kibaszom a csoportból, ez így is van. És látjátok, hogy azért itt nem csak én vagyok, mert Jordan Mitek előtt itt van például Gyurcsó Laci és a Land of Heroes. Neki a Hard Souls és az MT2 Mester. Előtte megint MT2 Mester, enyém, Hardcore 2, Aeldrazeta, Lacitól, nálam a Hellevatar, Zeta első rész, a Fanulás az Ascordon 20, 100kc plusz Kosti nyeremény játék. Ez annyit fűznék hozzá, még péntekig várok, és pénteken ki fogom sorsolni a nyeremény játékot, és ezt a hétvégén már látni is fogjátok. Úgyhogy ide nyugodtan lehet jönni, ide embereket is tudtam meghívni, vagyunk 87-en, de aki szeretne, mindenképpen csatlakozzon ide is. Akkor van egy olyan csoportunk, ez az, kicsit szigorúbban veszem a dolgokat, akiket hívok meg, meg kik jöhetnek be, de nem fogom elutasítani akkor, hogyha az ember lető, aki bejön, az normálisan viselkedik és a szabályoknak megfelelően viselkedik. Itt leírásban csak annyi, hogy tagok, meg hogy mik a szabályok, vannak itt témákra osztott dolgok, tehát itt közlekedés, gameplay, vlog, Metin 2, tech, gaming, live, esemény, shakes, info, meg hasonlókat hoztam egyelőre létre. Akkor vannak olyanok, hogy beszélgetés, és a beszélgetésben kerülnek föl videók. Ide is bárki megoszthatja a saját tartalmát, de innen majd mindjárt írok neki, hogy kérlek, hashtageld be, majd videó után ezt meg fogom csinálni. Nekem is van itt egy videóm, amit nem mutatott ki. Ezt szerintem majd mindjárt meg fogom csinálni. Úgyhogy Thunderstatnek meg fogom írni, hogy tegelje már be, légy szíves, a videóit, mert ezek fontosak. Nem videó, az összes videóját tegelje be, amit idáig felrakott, mert én is ezt teszem. Gameplay, közlekedés, vlog, akkor ez gondolom gaming lesz, lehet, hogy akkor majd én megmoderálom neki, azt akkor megcsinálom. De az a lényeg, hogy ide is bárki bárhol, de az egyik legfontosabb, hogy minden egyes videóját, témát adjon neki, hogy könnyebben meg tudjuk találni a videókat. Tehát itt például a közlekedésben az összes én videóm, amit ide közlekedés témában csináltam, azok itt vannak. Gameplayben is az összes itt van, és vlogban is, Metinben is, de már a Metineket inkább a gameplaybe rakom én is. Live, Shakes and Fidget, a Shakes-es videókat is inkább a gameplaybe rakom. Oké. És akkor itt van a YouTube-om. Ide szeretném, hogyha feliratkoznátok, és tovább és érdemes gondolkozni a csatornával, ugyanis most egy nagyon nagy fejlődésem megy keresztül a csatorna, mióta a tartalomgyártásom egy kicsikét visszafogódott, azóta inkább koncentrálok a minőségibb tartalmakra, tehát nem teszek annyi videót ki, mint szoktam.
Bár vannak továbbra is shorts videók, azokat itt megtaláljátok egyben, és látjátok, hogy azért a shortsok azok elég jól mennek. Van már csak tagoknak szóló bejegyzésem. Tagság az úgy működik nálam, hogy van ez a tagvideó, ezt mindenki láthatja a csatornán. Kettő darab funkciója van a csatornának, van a két szintje, a Viking és a Ragnar. A Viking az 599 forint per hónap, ide megkapjátok a hűségjelvényeket a hozzászólásokhoz, és kaptok a hozzászólásokhoz egyedi emotokat, csak tagoknak szóló videókat, és csak tagoknak készült szavazásokat, és gyorsabban válaszolok a tagoknak, úgymond a Ragnárnál. Előzetes hozzáférést kaphatok az új videókhoz, valamint a fotók és beszámolók a legújabb fejleményekről, tagoknak szóló élő közvetítések. Ezek, hogyha majd kettőnél több lesz, most kettő tagom van jelen pillanatban, majd ez akkor fog életbe lépni, úgyhogy a tagság az egy lehetőség, nem kötelező. Vannak csak tagoknak szóló, de az tényleg csak a tagoknak szóló, tehát ilyen köszönetnyilvánításoknak hasonló. A többi videó mindig ingyenes lesz, de lesznek olyan live-ok, amiket már csak a tagok fognak tudni visszanézni. A tagságnál nálam úgy működik, hogy ugyebár közzé teszek nekik mindig egy-egy olyan dolgot, amivel inspirálom, hogy majd visszajön és megnézze, és köszöneteket, exkluzív képeket, exkluzív live-okat, amiket például már most csak tagok nézhetnek meg, valamint amikor indult a csatornán, egy hónappal ezelőtt a csak tagoknak funkció, akkor írtam, hogy hamarosan új tartalmakat kaptok, frissül majd egy másik pár videóval, lesznek videók, privát csak tagoknak készült videók, betekintések azokban a videókban, amiken éppen dolgozom. Igen, ezeket is tartom, hogy lesznek. Na, köszönöm mindenkinek, hogy felnézett a csatornára, és tagság funkciót vásárolt. Instagram. Hát én az Instagramot azért annyira mostanában már nem nézem, és nem is az a lényeg, hogy mennyi a követés rajta, hanem az, hogy ez egy exkluzív, csak olyan tartalmak vannak az Instámon, ami privát szférás. Tehát minden az enyém, és exkluzívan, ha járok valahova, Instára már töltök is föl a képet. Most egy kicsit elhanyagoltam, de ha gondoljátok, itt is be tudtok követni. És akkor térjünk vissza a Dragon Ball videótárhoz. Mindenképpen érdemes, és mindenképpen ajánlott, aki nagy rajongója a Dragon Ball filmeknek, Dragon Ball sorozatoknak, mert tényleg itt egyben mindent megtaláltok, ami éppen szükséges, nem kell külön YouTube-ról leszedni, nem kell külön YouTube-ról keresgélni, itt egyben mindent megtaláltok. Például ez a Eliverance nevezetű új rajongói anime, itt van három rész, és ez is gondolom feliratos lesz. Deliverance, jó. Dragon Ball TV, ajánlott mindenkinek, aki szereti. Én megköszönöm a figyelmeteket, Zodiac voltam, és ebben a videóban egy kis közösségi térre jelentkeztem, valamint weboldal ajánlóval. Ha tetszenek az ilyen videók, akkor nyomj a lájkot, iratkozz fel a csatornára, ha pedig még nem tetted meg, nyomd be a csengőt, és iratkozz fel a többi platformon is, például kövess be Instán, ha gondolod, TikTokon is elérhető vagyok, ha pedig támogatnál, a csatlakozás funkció elérhető, valamint a PayPal-t is megtaláljátok majd a leírásban. Köszönöm a figyelmeteket, Zodek voltam, sziasztok!